Svédország most hivatalosan is az Európai Unió legveszélyesebb országa lett. Erről ír a brit The Guardian. A százezer főre jutó lőfegyveres gyilkosságok számában ugyanis csak Albánia előzi meg a skandináv országot. A svéd lakosságot elsősorban a bevándorló bandák tartják rettegésben. Szinte mindennapossá vált a robbantás, a lövöldözés és az erőszak. Ugrásszerűen megnőtt a lőfegyveres gyilkosságok és robbantásos merényletek száma Svédországban, már csak Albániában rosszabb a helyzet. Erről a The Guardian írt. A lap szerint alig egy évtized alatt Svédország az Európai Unió legveszélyesebb országa lett, pedig 2010-ben még csak a 14. volt. A migráns bűnözés miatt mindennapossá vált a terror Svédországban. A nagyvárosokban szinte nem telik el úgy nap, hogy ne történjen nem erőszak, ne lövöldözzenek, ne robbantsanak, és halnának meg svéd állampolgárok a migránsok összecsapásaiban. Az egyik legmegrázóbb bűncselekmény néhány éve történt, amikor migrációs hátterű bűnözők lövöldöztek Stockholm mellett. Akkor egy játszótéren játszó óvodás és egy kisiskolás gyerek is a banda háború áldozata lett mindkettőjüket agyon lőtték a bevándorló bűnözők. Tavaly szeptemberben pedig egy ártatlan nő lett a migráns bandák közötti leszámolások áldozata, amikor a bűnözők füllerőben egy házat robbantottak fel. 20. Svédország rendkívül nehéz helyzetben van. Az országunkban tomboló erőszak hullám példátlan, de hasonló a helyzet Európában is. Nincs még egy olyan ország, ahol olyan állapotok uralkodnának, mint Svédországban, fogalmazott tavaly összel a svéd miniszterelnök. Ulf Kristersson az erőszak megfékezéséhez a hadsereg segítségét kérte. A kormányfő a felelőtlen bevándorlás politikát, a sikertelen integrációt és a kitoloncolások eredménytelenségét tette felelőssé. Nem véletlenül emelte ki a migrációs hátterű bűncselekményeket a svéd miniszterelnök. A rendőrség szerint ugyanis a bűnözői csoportok elsősorban bevándorló hátterű fiatalokból szerveződnek. A svéd rendőrfőkapitány ősszel arról beszélt, aggodalomra ad okot, hogy a bevándorló bűnbandák már a fiatalok között toboroznak új tagokat. A bűnözők kegyetlenek, most már fiatalkorúakat és gyerekeket is toboroznak. Felfegyverzik őket, majd megmondják nekik, hogy kit kell meggyilkolni. Meg kell akadályozni, hogy a gyerekek gyilkosok legyenek, mielőbb lépni kell, mondta Anders Honderj rendőrfőkapitány. Az elmúlt évtizedekben Svédország mintegy két millió bevándorlót fogadott be, már a tíz és fél milliós lakosság egyötöde migrációs hátterű. Többségük szérde de az afgánok is több tízezren vannak. Az integráció kudarca után nem meglepő, hogy nemrég a bevándorlás párti baloldal is bevallotta, kormányzásuk idején rossz ötlet volt beengedni a migránsokat.